Öt arany, három ezüst, két bronz, ezzel a magyarok az érentáblázat másodikjai, a nőknél az elsők a racsicei kajakkenu világbajnokságon, ahol generációváltás és Tokiói csapatépítés is zajlott nálunk. A lányoknál első felnőtt világbajnokságát megnyerte a kajak 200 a sprinter páros, Hagymási Réka és Szabó Ágnes, ők a vendégeink. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jö, Gratulálunk nektek! Első felnőtt vb tekre milyen célkitűzésekkel érkeztetek, mit vártatok magatoktól? Hát az Európa-bajnokság után ö, úgy mentünk oda, hogy nem várunk semmit magunktól, a legjobbat szeretnénk magunkból kihozni, és hát sikerült. Tehát célt nem tűztetek ki, minél ö, jobban kéne menni, az volt az elképzelés. Igen, ezért mindenképpen egy jó pályát szerettünk volna menni, mint az Európa-bajnokságon, és bizonyítani, hogy azért annál többet tudunk. Na most ez igencsak sikerült, hogyha ugye a nyári EB 6. helyre, meg a itthoni világkupa 3. helyre gondolunk. Egy ilyen felnőtt világverseny, világbajnokság közege, hangulata, miben különbözött a korábbi versenyektől? Utánpótlásban is azért szállítottátok az érmeket végebben. Egy felnőtt verseny mindig más. Nagyobb a tét, többen figyelik, Szerintem kicsit komolyabban kellett vennünk magunkat is, az ellenfeleket is, az Európa-bajnokságon még egy kicsit félénken álltunk oda a rajtoz, szerintem ez az eredményben is látszódott, szerintem felnőttünk a feladathoz. Uh -huh. a Tehát épp most épp már ez az izgulás, hogy ez a félénkség nem volt bennetek ezen a vében. Nem, most sikerült maga biztosabban odaállnunk a rajthoz, talán azért is, mert ezt a nagy tétet, amit még az Európa-bajnokságon magunkon hordoztunk le tudtuk tenni, uh -huh. és így tényleg egy tökéletes pályát tudtunk menni. Azt meséljétek el, hogy ez a dúó hogy talált egymásra? Tavaly szeptemberben beszéltünk róla, hogy mi lenne, aki kipróbálnánk idén. Mindketten kicsit nehezen kezdtük a tavaszt, egy-két sérülés, betegség indította az évet, de utána egymásra hangolódtunk, kipróbáltuk, az első edzésen már minden volt, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy indulunk a versenyen is, és hát Sikerül. És hát itt az eredménye. Na most azt, hogy a stílusotokat, és nem csak a stílusotokat összehangoljátok, ez szerint azt mondta Lági, hogy az elsőre stimmeltek, voltak jelek, de például milyen nehézségei vannak annak, hogyha veszünk egy ilyen hajót, és ha megnézünk benneteket, akkor méretben nagy a különbség közöttetek szal. Itt ennek az összecsiszolása, meg ennek a technikai kiegyensúlyozása a hajóba, na ebbe itt milyen trükkök, meg milyen finomságok léteznek? Igen, azért be kellett vetnünk egy-két technikai trükköt. Én például sokkal előrébb ülök a hajóban, mint egyébként azt lehetne. Meg lesúlyozuk a hajó orrát is, hogy sokkal jobban sikrön a vizen. Uh -huh. Tehát akkor itt egy, egy, egy mérnöki precizitásra van szükség, hogy kiegyensúlyozzátok ezt, igaz? Hát fontos volt, hogy az edzők mit mondanak, hogy mit látnak kívülről, de ugye az érzése legfontosabb hogy egyszerre tudunk-e dolgozni. Uh -huh. Na most a, a technikai részében, tehát a, a, a saját technikai tudásotokban ott hogyan történt az összecsiszolódás az elmúlt hónapokban? Szerintem arra annyira nem kellett nagyon uh -huh. ráfeszülnünk, Ö, könnyedén ment beültünk a hajóba, megéreztük egymás technikáját, stílusát, ritmusát, úgyhogy szerencsére ezzel nem kellett sokat bajlódnunk. Uh, tökéletesen ismertétek a racsicei felnőtt mezőnyt, az ellenfeleket? Többször versenyeztünk már felnőtt mezőnyben, világkupán, Üm, ugye voltak, akiket már az utánpótlás mezőnyből is ismertünk, tudtuk, hogy erős lesz a mezőny, erősebb, mint mondjuk az Európa bajnokságon, úgy készültünk, hogy, hogy mindenki jó lesz. Na most Réka azért oké, okay, nem volt elvárás, de amikor ott álltatok a döntő előtt, néztétek az ellenfeleket, akkor úgy szóba került, hogy hova soroljátok magatokat ebbe a mezőnybe? Én úgy álltam oda, hogy nem nézem az ellenfeleket inkább, tudtuk, hogy mire képesek. Az előfutam után azért már egy kis képet kaptunk arra, hogy hol helyezkedünk el a mezőnybe, de azért az csak egy iránymutatás volt. De a rajt után, vagy a igazából becsuktuk a szemünket, és csak uh -huh. a saját pályánkra figyeltünk. Ugye, 200 méteres sprintről van szó. Van egy kérdés, a. a, a ilyenkor, hogy ö, mi volt az aranyatérő taktika? Vagyis, hogy 200 méteren mi a taktika azon kívül, hogy dur bele, aztán nyomjuk? Hát igazából tényleg nincsen taktika, egy jó rajt, és onnan gyorsulni, gyorsulni, semmi más. Én csak Rékára figyelek, hogy nem is látok semmit, ö, csak a célban tudjuk, hogy, hogy jól sikerült-e, vagy nem. Abban a pillanatban, amikor beértetek a célba, tudtátok, hogy nyertetek az olaszok előtt? Nem, nem tudtuk. Éreztük, de nem mertük elhinni. Uh -huh. Úgy éreztétek, hogy nyertetek, de kellett azért várni, hogy visszajelzés legyen, mert tökéletesen biztosak nem voltatok benne. Igen, igen. Uh -huh. Na most uh, mekkora meglepetésnek tartjátok ezt a VB címet? Ti magatok, ugye a közvélemény felkapta a fejét. Igen, az Európa-bajnokság után nem vártuk szerintem senkitől, hogy hogy azt gondolja, hogy mi, itt világbajnokok leszünk. Tudtuk, hogy többre vagyunk képesek, és Reménykedtünk, hogy jól fog sikerülni. Ha megnézzük az arany képletét, akkor a gyorsaság, vagy a robbanékony rajt, szóval mi volt itt a recept, mi volt itt a titok, amivel sikerült ezt megjelni? Szerintem a gyorsaságunk igazából a maximum sebesség, de kellett hozzá egy nagyon jó rajt is. Uh -huh. Te hogy látod? Szerintem nagyon jó volt a rajtunk, életünk rajtja volt, úgyhogy nem panaszkodhatok, és utána csináltuk azt, amit begyakoroltunk edzésen, és nagyon jól sikerült. Egy ilyen rövid távon, egy ilyen sprint számba, mit gondoltok, hogyha százalékosan ki akarjuk számítani a jó rajta, az hány százalékot számít a végső győzelemnél? Vagy mondjuk úgy, hogy a rossz rajt mennyivel rombolja az esélyeket? Hát százalékokat nem tudok mondani, de nagyon sokat hozzátesz. Volt már rá példa, hogy rossz rajt után is fel tudtak jönni, de azért nagyon sokat számít, hogy abban az első párhúzásban, hogy tudunk kijönni a rajtból. Egy ilyen világbajnoki cím után milyen perspektívája, jövője van ennek a duónak, mit gondoltok? Nem olimpiai számról beszélünk, mindenkinek megvannak az egyéb útjai is, ugye 1000 méter, 500 méter, szóval hogy látjátok magatokat akár együtt a következő években? Mindenképpen azt beszéltük, hogy folytatjuk jövőre is. A 200 méter az bevált, úgyhogy azon mindenképp megpróbálkozunk. Hát el kell indulni 500 méter felé is, mert az az olimpiai táv. Vagy kívánni, hogy a 200 legyen az, már előbb utóbb lehet, az lesz, hogyha ezt a felgyorsult tempós világot nézzük, nem? Igen, sok minden változik, hogy a fiúknál is rövidülnek a távok. Még nem tudjuk, nem tudjuk. Tokió messze van. Tokió messze van, de elképzelt egy olyan konstelációt, együtt ültök majd, hogyha Tokióra gondoltok? Hát nagyon reméljük, Sose lehet tudni, azért négy év hosszú, főleg a sportban. Mindenképpen erősebben rá kell állni az olimpiai számokra, és majd megnézzük, hogy mit hoz a jövő. Ehhez mindenesetre még egyszer gratulálunk, és akkor hajrá, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, Köszönjük szépen.